Bár éppen jelen pillanatban a mai nap karbantartás van, de ez az esztétikus kút motorral szívja fel. Az érkezők csak megnyomják a gombot, és attól függ, hogy kisebb, véknyapszájú, vagy nagy öblös edényeket hoznak, alátartják. Na, éppen már a karbantartás úgy látszik, akkor befejeződik, és már is adja a vizet. Luca János helytörténész is csodálkozott, hogy éppen a forgatás alatt indult újra a kút. A volt iskolaigazgató azt mondta, az 50-es években kőolaj után kutattak Kemecsén, de gyógyvizet találtak. Az akkori tanácselnök, gondolom a lakosság kérésére is így a református templom környékén ne legyen már ott a fúrás, cségített, hogy na itt nekem ne fúrkáljanak, és átpakoltatta ide. Ez viszont már az a csere, egy homokos, a nyírség része, és itt 58. május 20-án feltört a másfél méter magasan a meleg 34 fokos víz, és mint a Sputnik új lövelt, és ettől kezdve ez a neve. Egyébként 40 éves lesz a fiam októberben, én az autón hordom, nekem küldettem. Szép is a bőre. Évtizedek óta isszák, főznek, mosnak benne a helyiek. Jobb, mint a vezetékes víz, mert az most már nagyon furcsa íze ezután. Most voltam egy kicsit nagyobb, de jó. Egészségügyek nagyon jó. Nyomorfájdalmak, ilyes mosni. Meg a passzú jobban megfő benne. A kút egy családi ház előtt áll. A tulajdonos 1975 óta lakik itt, de nem zavarja, hogy rengetegen jönnek a ház elé. Nekik is segített a gyógyvíz. A férjem például 12 éve beteg, azóta 15-16 szem gyógyszert szed, és azt mondta neki a házi orvos, lehet, hogy meg fog róni érte, hogy lehet, hogy azért él még, mert a gyomra nincs tönkre, mert van sok gyógyszertől. A Sputnik az úgynevezett alkáli hidrogénkarbonátos ásványvizek csoportjába tartozik. Jó a nyálkoldó hatása, segít a gyulladásos gyomor és bélrendszeri betegségekben szenvedőknek, de hasznos húgyúti gyulladások ellen is. A Sputnik kútból feltörő víznek a pH értéke 8,6, ez a legdrágább és legkeresettebb ásványvizekével egyenértékű. Ízre pedig nagyon finom. A rendszerváltásig egyszerűen jött fel a víz a mélyből, utána szereltek rá szivattyút. Jelenlegi formáját két kemecseinek köszönheti. Szabó Miklós a Zsadány KHT vezetője, és Mezőse László önkormányzati képviselő megálmodta, megtervezte, kivitelezte, de tragikus körülmények között mindkét fiatal barátunk elhunyt. Ez a kút egy kicsit az ő emléküket is őrzi. Korábban felmerült, hogy esetleg termálfürdőt létesítenek Kemecsén, ha már van gyógyvíz, de a magas költségek miatt erről lemondtak. Így a jövőben is bárki bármikor vihet vizet a kemecsei Sputnik kútból.